fő a biztonság. Ennek jegyében vizsgálták a közelmúltban hazai és nemzetközi szinten is a gyermekeknek szánt játékokat és eszközöket. Hogy mire jutottak a szakemberek, kiderül hamarosan. Mindenek előtt mai tartalomjegyzékünk érkezik. Köszöntöm Önöket! Fűtési szezon, hamarosan érkeznek az elszámolások. Fókuszban a gyermekjátékok, a kifogásolható, nem biztonságos termékeket keresték. Fejlesztések Tiszavasváriban több mint 2 milliárdos beruházás a strand területén. A korábbiakhoz képest enyhe tél van mögöttünk, így többen megtakarításokra is számíthatnak a nem sokára érkező elszámolások alapján. Készülnek közben az első féléves időszak melegvízelszámolásai is a Nyírtávhőnél. A társaság idén-nyáron is végez karbantartási munkákat a megyeszékhelyen, ahol idén 55 éves a távhőszolgáltatás. Köszöntöm a stúdióban Jó Lászlót, a társaság ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok! Kezdjük akkor talán ezzel a szép születésnappal, vagy évfordulóval. Honnan is indult, hol volt az első távhős lakás Nyíregyházán? Igen, ahogy említette, jó régen volt, 55 évvel ezelőtt, 1966. októberében az Északi körúton gyújtottak be először képletesen szólva lakásokban. Akkor indult a távhőszolgáltatás, és aztán az iparosított technológiával épült házak elkezdődtek, ugye először a Jósa város épült a 70-es években, az érkelti lakótelep, majd Örökösföld következett. És itt tulajdonképpen ez a lakossági fogyasztói réteg itt a 90-es évekre el is érte a, úgymond a végét, és hát ezt nyilván az idén ősszel szeretnénk majd megünnepelni egy ilyen lakossági nap, ilyen távhőnap keretében, majd a Kossuth téren egy kisebb rendezvényel. Milyen fontosabb állomásokon jutott el a mostani technológiáig a távhő, amikor már be sem kell menni a lakásba ahhoz, hogy lemérjék a mérőórát, ami régebben nem is volt? Igen, hát voltak különböző fázisok, ugye a leglényegesebb azok, amikor a mérés szerinti elszámolás került bevezetésre, hiszen volt az annak idején, emlékszünk biztosan az általánydíj, majd 2003-tól ugye kezdődött a mérés szerinti elszámolás, és hát azóta már ezt is túlhaladta, olyanokkal mérünk már, amelyikben rádióadó van, és valóban messziről, távolról, lépcsőházból, sőt, ugye az okos rendszerrel már egy központi számítógépről, akár egyszerre az egész város hőfogyasztását, radiátorok hőfogyasztását, a melegvízfogyasztást mindent tudunk mérni, és hát ez alapján tudunk nagyon hamar elszámolásokat készíteni. Ami most esedékes éppen a Nyírtávhőnél, és sokan várják ezeket a számlákat. Azt mondjuk, hogy enyhe volt a tél, de hát egy kicsit hosszúra is sikerült. Igen, pontosan ez, hogy hosszú volt, amellett, hogy enyhe volt. Hát mondjuk azt, hogy átlagos már a tavalyi évhez képest, hiszen már harmadik éve hosszú a tél. Most egész pontosan június elején is volt, ahol még fűtöttünk. Ugye 1500 lakásban alig egy hete hagytuk abba a fűtést, és így volt ez tavaly és tavaly előtt, és most már mutatjuk, hogy tendencia. Nyilván a lakók ehhez képest alakították az előleg számláikat, tehát olyan nagyon nagy oda-vissza utalás nem lesz, de hát mindenképpen úgy gondolom, hogy azért lesznek megtakarítások, azok szoktak lenni. Az elszámolás az két részből áll, ugye adódik. Két dologból adódik, az egyik a fűtés elszámolás, tehát akik költségosztókkal rendelkeznek, azoknak június 30 időponttal leolvassuk az okosmérőn keresztül a hőfogyasztását a radiátoron, és ez az elszámolás elkészül július hónapban, ezt megkapják a lakók, a közös képviselők, amennyiben ezt elfogadják, úgy ezekből aztán elszámoló számla keletkezik 8 napon belül. A másik pedig a melegvíznél ott fél éves elszámolás van fűtési idénytől függetlenül, január 1 és június 30 között, illetve július 1 és december 31 között, és az első fél éves elszámolásra most kerül sor június 30-ig. Természetesen itt is egy elszámoló számla kerül kiküldésre, ami július-augusztus elején érkezik a fogyasztókhoz. Mennyiben változtatta meg a pandémia a Nyírtávhőnek egyrészt a munkáját, másrészt pedig a fogyasztásban mennyire jelentkezik? Gondolom eltolódtak az arányok. Igen, hát picit nehezebb volt nekünk is, mert a lakásokban nem igazán tudtunk bejutni egy jó ideig.
most már a dolgozóinknak is jelentős része az oltottsággal rendelkezik, tehát most már kevésbé problémánk ez, illetve hát megteszünk minden olyan védelmi intézkedéseket hoztunk, amivel egyéni védőfelszerelésekkel, amelyikkel könnyebbítettük biztonságosabbá a dolgozóink munkáját. Hát alapvetően a feladatok ugyanazok maradtak, tehát hőt szolgáltatni. A fogyasztóink pedig hát több hőt használtak fel, ugye? Ez már az első hullám esetében látszott, azon a bizonyos tavalyi tavaszon, hogy megnőtt a használati melegvízfogyasztás elsősorban. Aztán idén télen már a fűtés hőfelhasználások is megnőttek, nem akkora volumen, mint egy 5-10%-kal. Ezzel együtt a közületi, az intézményi hőfelhasználás pedig lecsökkent, tehát valóban egy átlagos fogyasztás alakult ki, de a lakosság egy picit megnőtt. A nyári időszak mindig a karbantartás időszaka volt a nyírtávfőnél. Ez most hogy fog alakulni? Én még emlékszem arra az időre, amikor egy hónapig nem volt meleg víz egy távfős lakásban. Jó, hát azt nem mondom, hogy ez nagyon régen volt, de ugye hát volt igen ilyen időszak, és most már ezt nem használjuk, hiszen elemi érdekünk a szolgáltatás nekünk is, tehát ezt mindent úgy próbáljuk megcsinálni, hogy kisebb körzetekre szedjük, ahol karbantartanunk kell, kisebb szolgáltatási körzetek, ott jobban tudjuk elvégezni a karbantartást, illetőleg hát hadd mondjam azt, hogy ezt mi már elkezdtük, tehát függetlenül attól azokat a karbantartásokat, utánhúzásokat, takarítást, festéseket, amelyek már lehetségesek voltak ugye az időjárásra lehetővé tette közterületen. A héten és a múlt héten kezdtük el, és a héten fejezzük be ezt a karbantartást, és hát igazából 3 hónapunk maradt arra, hogy a nagy beruházásainkat elvégezzük, tehát elvileg úgy kéne ennek lenni, ugye, hogy 7 hónap fűtés, 5 hónap karbantartás, hát ez most már megváltozott, 9 hónapig fűtünk, és 3 hónapig tartunk karba. Ez egy sokkal feszesebb ütemtervet kíván, és nem beszélve arról, ugye, hogy a nyáron vannak a szabadságolások is. Tehát igen, ez egy nagy odafigyelést igényel, hogy meglegyünk szeptember 15-ére, amikor is már újra kezdődik a fűtési időszak. Milyen állapotban vannak a nyíregyházi távfővezetékek, hiszen 55 évről beszélünk, hol vannak még mondjuk úgy, hogy elmaradások vagy restancia a szolgáltató részéről? Igen, hát az elmúlt egy évtizedben pályázatok útján, támogatások útján nagyon sok pénzt tudtunk költeni a primár rendszerre, hőközpontokra. Ezekkel főleg az erőműhöz közelebb eső, nagyobb dimenziói csöveket cseréltük ki, hiszen azok a gerincei igazából véve a hőellátásunknak. És hát maradtak ugye a végek Örökösföldön, vagy leginkább a Jósavárosban vannak még olyan részek, ahol cserére szorulnak. Én azt hiszem azért, hogy az elmúlt 55 év alatt már mindenütt kicserélődött ez a hálózat. Tehát persze biztos van olyan része, amelyik még a régi, akár az erőműves oldalra is gondolok, de javarészt kicseréltük. Legalább a 2/3-át azt biztosan tudom mondani, hogy az olyan újszerű, hogy azzal biztonságosan lehet szolgáltatni. És nyilvánvalóan tudjuk azokat a helyeket is, például Ószörő-Ferenc körút, ahol az idén fogjuk cserélni, ahol a télen voltak apró vagy nagyobb meghibásodások, de említhetném az Árpád utcát, ahol már be is fejeztük a felújítást, úgyhogy igyekszünk annyi munkát elvégezni, és olyan minőségben, hogy ne legyen probléma az üzembiztonsággal télen. Mennyire fejlett a mostani technológia és technika hőveszteség tekintetében mondjuk? Igen, hát nyilván a felújításaink során ma már azok a technológiákat nem használjuk, amit a 60-as, 70-es években, illetőleg hát a magas vezetékeket is sikerült már a földbe rakni, ugye Ibolya utca, Szegfi utca térségében. Azt mondom, hogy ezek sokkal korszerűbbek, hőközpontjainkban is sokkal korszerűbb szivattyúkat tudunk alkalmazni, amik már frekvenciaváltók, sokkal kisebb villamos energiafogyasztással. De hát igen, alapvetően azért ebben a nyíregyházi energiafelhasználásban, vagy széndioxid megtakarításban a lakók játsszák a legnagyobb szerepet, hiszen a kezükben van az azt hiszem, hogy az egész országban egyedülálló módon ez a termosztatikus radiátor szerep, okos költségosztó, okos mérő, amivel a saját magunknak be tudnak avatkozni ezekbe a dolgokba, és tudják a saját hőfelhasználásukat produkálni. Hadd mondjam azt el, hogy míg például a magyarországi átlagos hőfelhasználás 26 gigazsúl per év per lakás, addig Nyíregyházán ez a szám 18. Tehát ez egy meglehetősen nagy szám, és hát az okos mérésben meg én büszkén vállalom, hogy az országban, de talán egész Európában egyedül a legmodernebb rendszerünk van, ahol egyébként most az idén
egy körülbelül 9000-es darabszámú használati melegvíz mérőt kell kicserélni a 17000-ből, mert már 8 éve csináljuk ezt, tehát lejárt a hitelességük, úgyhogy ez lesz még egy nagyon nagy projekt. Július 1-ével kezdjük, és év végéig szeretnénk ezt a 9000 darab mérőt kicserélni. Jó László, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és mindezeket elmondta. Köszönöm szépen. További jó munkát kívánunk. Nemzetközi és országos szinten is vizsgálták a gyermekjátékokat a közelmúltban. A termékek biztonságát, a fogyasztóvédelem eredetiségét pedig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ellenőrizte. A szervezetek külön-külön és összefogva is sokat tesznek azért, hogy minden termék, eszköz, amit használunk, biztonságos legyen. Leváló, könnyen lenyelhető alkatrészek, műanyagból könnyen kioldódó káros anyagok. Ez a két problémacsoport volt a legjellemzőbb, amivel találkoztak a vizsgálatok során a szakemberek. Az ellenőrzés középpontjában a 2-3 éveseknek szánt játékok és gyermekgondozási termékek álltak. Bíztató azonban, hogy a megvizsgált hazánkban gyártott termékek mindegyike megfelelt a követelményeknek. Ugye a fogyasztóvédelmi ellenőrzések folyamatosak minden évben, és gyereknapra kifejezetten a játékokat, illetve a gyermekgondozási cikkeket ütemezzük, mint ellenőrzés, és ezért került sor több mint 40 gyermekjáték és közel 38 gyermekgondozási cikk ellenőrzésére. Ez laboratóriumi ellenőrzés is minden esetben, hiszen az Innovációs és Technológiai Minisztériumban van egy műszaki laboratóriumunk, illetve egy vegyipari laboratóriumunk, és ezeket a termékeket mind a két laborban bevizsgálják a kollégák, és hogyha ott megállapításra kerül, hogy nem megfelelő a termék, kockázatértékelést követően akár súlyos kockázatúnak is mondható, mondjuk a gyerekekre nézve, akkor kivonjuk a forgalomból. Mik voltak a leggyakoribb problémák ezekkel a gyermekjátékokkal, vagy melyik korosztályban voltak a leggyakoribb problémák? Igen, ugye elsősorban a legkisebbeknek szánt játékokat ellenőriztük, és sajnos közel az 50%-ukat kifogásolnunk kellett, viszont ez nem azt jelenti, hogy a piacon megtalálható, vagy a kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok 50%-a rossz, hanem célzott ellenőrzésekre került sor, tehát a piacfelügyeleti fogyasztóvédelmi hatósági munkatársak a kereskedelmi forgalomban, amikor mintát vesznek, akkor kifejezetten keresik a gyanús termékeket, és ezeket küldik be a laboratóriumba. És ezeknek hát beigazolódott, hogy tényleg 50%-uk nem is volt megfelelő, kockázatos volt. Két részre lehet osztani a problémákat, egyrészt a vegyipari problémák, ugye ahogy említettem, a vegyi laborban kerültek be vizsgálásra. Itt az úgynevezett ftalátot nézik a kollégák, ami a tiltott lágyítószert jelenti, tehát nagyobb mennyiségben volt tiltott lágyítószer ezekben a műanyag, hiszen ezek műanyag játékok, tehát a műanyagban tiltott lágyítószer volt, ugye ez hosszú távon egészségkárosodást okoz a gyermekeknek, tehát ezért fontos, hogy ezeket rendszeresen ellenőrizzük, és ezekben a termékekben nagyobb mennyiségben fordult elő, ezért kivonjuk a forgalomból. A másik csoportja a játékoknak elsősorban a plüss játékok esetében fordult elő, hogy de akár az ilyen fa puzzle játékoknál is, hogy fulladásveszélyt okoztak, ugyanis itt az úgynevezett kis alkatrészek leválhatnak a játékokról, és ugye ezt a gyermekek könnyen szétszakítják, akár a plüss töltet is kijöhet a játékokból, vagy olyan apró leváló részek, amelyeket a szájukba vesznek, és ezáltal ugye hát sajnos akár a fulladás kockázatát is okozhatják. Tehát ezek voltak a legnagyobb problémák a játékok esetében, és a gyermekgondozási cikkeknél viszont az nagyon jó hír volt, hogy gyakorlatilag egyetlen egy cumitartó volt problémás, ez hámsérülést okozhatott a gyerekeknek, hét termék esetében pedig a figyelmeztető feliratok hiányoztak, például az etetőszékről, bébikompokról, ugye ez pedig elsősorban a szülőknek fontos, hogy hogyan használják a különböző termékeket azért, hogy ne okozzon balesetet, de ugye ezek nem annyira súlyos kockázatúak, mintha az egészségben tesz kárt a termék. Említette, hogy laboratóriumi körülmények között vizsgálják vagy ellenőrzik nyilván ezeket a termékeket. Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen ellenőrzést? A kollégáik megpróbálják minden olyan hatásnak kitenni ezeket a játékokat, aminek mondjuk egy kisgyerek kitenni őket? Igen, főleg a műszaki labor vizsgálatok látványosabbak, hiszen ott konkrétan van
szakító szilárdságmérés is, tehát ezeket a termékeket megpróbálják széthúzni a meghatározott erővel, tehát ugye a szabványban meghatározott mértéknek megfelelően, illetve külön olyan mérő edény is van, amely ugye a gyermek torkát vagy garatát szimbolizálja, hogy abba bele tehetőek a kis alkatrészek, akkor azokat már kockázatosnak kell minősíteni. Tehát jellemzően így néznek, illetve az etetőszékeknél, a bébikompoknál a borulás veszély, meghatározott súlyt helyeznek az etetőszékre, például oldalra, úgy, hogyha a gyerek kinyúl az etetőszékből, akár a játékáért, vagy az édesanyja után, akkor ugye nagyon fontos, hogy ne boruljon oldalra az etetőszék, tehát ezt a stabilizálást is ilyen módon vizsgálják. A bébikompoknál például a lépcsőről való leesés veszélyt, azt is ugye gyakorlatilag valóban, ahogy említette, modellezik is, tehát ott is megfelelő fékrendszernek kell lennie a termékeken. És hát a vegyipari labor az kevésbé látványos, hiszen ott a műanyag játékokat szétvágják, és ugye a műanyagból mérik a különböző módszerekkel azt, hogy a tiltott lágyítószer mekkora mértékben található a termékben. A teljes ellenőrzésnek mi volt az eredménye, milyen eredményekre jutottak? Ugye azt látjuk egyébként, hogy évről évre ellenőrizzük mind a játékokat, mind a gyermekgondozási cikkeket. Itt a szakértő kollégák is azon az állásponton vannak, hogy a gyermekjátékok évről évre történő ellenőrzése kifejezetten hasznos, hiszen ennek az oka az, hogy idén már alig találtunk kifogásolható terméket, tehát ezt tudjuk, hogy a gyártók, a kereskedők is hozzá vannak szokva a rendszeres fogyasztóvédelmi ellenőrzésekhez, és ez a termékkör már elmondható, hogy megfelelő a piacon. A hazai gyártók ellenőrzött termékei között nem találtak kifogásolható eszközt. A szankciók első körében visszahívják az érintett termékeket, és betiltják azok forgalmazását, a kereskedőket pedig arra kötelezik, hogy az eladott termékeket visszavásárolják. A megyei kormányhivatalok emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Ezeknek a veszélyes termékeknek a jó része egyébként hamisított is. Ez azon kívül, hogy a gyermekekre egyértelműen veszélyes, óriási gazdasági károkat is okoz. Magyarországon évente meghaladja a 3,3 milliárd forintot, és ehhez hozzájön a viszonteladók vesztesége is. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is végez hasonló ellenőrzéseket ugye minden évben. Miben más az a program, amin belül önök dolgoznak, vagy önök végzik ezt a tevékenységet? Ugye az, amit képviselek, ez a hamisítás elleni nemzeti testület, ez egy lényegesen szélesebb együttműködésen alapul, aminek egyik eleme a fogyasztóvédő világ. A fogyasztóvédők ugye alapvetően ténylegesen a lakosságot, a fogyasztásban megjelenő minőségi problémákat értékelik, elemzik, jelzik vissza, jelzik előre, és olyan jellegű szűréseket végeznek, amik arról szólnak, hogy a fogyasztó érdekvédelem a lehető legmaximálisabb legyen. A hamisítás elleni nemzeti testület, és ez a gondolat, ami megjelent a világban most már ides tovább legalább 20 éve, az arról is szól, hogy közben a gyártók és a kereskedők jogait, szellemi tulajdon jogait is meg kell védeni. Azaz, aki belefektet pénzt, energiát abba, hogy előállít egy terméket, ennek a forgalmazását kiépíti, minősítéseket szerez, megfelelő értékesítési pontokat alakít ki, kereskedelmi hálózatot fejleszt. Az ebbe belefektetett pénze valahogy meg kell, hogy térüljön. Tehát alapvetően mi azt a részét vizsgáljuk, hogy a szellemi tulajdon jogok, azok a jogok, amelyeket a gyártók, kereskedők és forgalmazók tulajdonolnak, ezek érvényesülnek-e, és azokkal a hamisításokkal, vagy hamis termékek forgalmazásával, amit nagyon sokan visznek a piacokra, illetve a különböző értékesítéseikre, ezeket a jogokat jelentős mértékig sértik. De ez egy együttműködés, amiben a fogyasztóvédők, alapvetően hangsúlyozom még egyszer a fogyasztói érdekeket, a hamisítás elleni nemzeti testületnek nagyon sok egysége pedig a gyártók, kereskedők és forgalmazók érdekeit próbálják megvédeni, és ennek a kettőnek az egysége az, ami aztán biztosítja, hogy amennyire lehet, vissza tudjuk szorítani a hamis termékeket, és adott helyzetben akár a hamis játékok forgalmazását. Hisz, hogyha ezt nézzük, akkor a hamis termékek ranglistájában a harmadik helyen vannak a játékok. Első helyen a
a ruházati termékek, második helyen a parfüm és a különböző ilyen kozmetikumhoz kapcsolódó termékek, illetve hát harmadik helyen masszívan ott van a játékoknak a világa, és azért azt gondolom, hogy mindegyik elég jelentős méretű és léptékű a maga nemében is. Én, mint egy laikus vevő, honnan tudhatom, hogy egy termék hamisított, vagy nem? Vannak erre védjegyek, erre utaló? Most már azért annyira szinte a megszólalásig le tudják utánozni azért ezeket a termékeket. Mik azok, amikre oda kell figyelnünk egy vásárlás során? Hát az egyik dolog, hogy melyik boltba megyünk be, vagy honnan veszünk. Ha ez egy webáruház, akkor érdemes megnézni azokat a közösségi értékítéleteket, amelyek általában most már azért szinte minden egyes web áruházhoz ilyen-olyan módon kapcsolódnak. Olyan helyről nem szabad és nem érdemes venni, amelyek vagy nagyon alacsony értékelést kapnak, vagy egyáltalán nincsenek értékelve, ott azért lehet arra számítani, hogy ott nem feltétlen arról fog szólni az adott termék, hogy az számunkra jó legyen, hanem nyilván ott az értékesítő, illetve ilyen értelemben a webáruház lesz az, aki igazából ezen majd nyerni vagy nyerészkedni fog. Tehát magát az értékesítési helyet kell igazából jól kiválasztani, amennyire lehet, ezeket érdemes kiskereskedelmi egységekben, jól bevezett kiskereskedelmi egységekben, olyan webáruházakban megrendelni, vagy lefoglalni, vagy megvásárolni, amelyekről tudjuk, hogy honnan kaphat árut. A másik része, ami a magához, a termékhez kötődik, vagy a szolgáltatáshoz kötődik, itt pontosan az, amit említ, hogy szinte minden egyes termék tartalmaz már tanúsító védjegyet, tartalmaz olyan jellegű minőséggaranciát hordozó különböző jelzéseket, árujelzéseket, amelyeket, hogyha megfigyelünk, akár csak egy korábban vásárolt játék dobozáról vett egy egyszerű fényképkészítés elvével, utána meg lehet nézni, hogy ez ténylegesen az-e, hasonlít-e. Ezeket a védjegyeket érdemes megnézni, tehát érdemes a csomagolás sértetlenségét, a csomagoláson lévő jelzéseket ilyen értelemben megnézni, és tudom, hogy nagyon sokszor persze a vevők, a fogyasztók utána járnak egy-egy játéknak, nagyon sokszor nem lehet pont azt kapni, mint amit kinézett a kölök éppen az adott időpillanatban, de itt is érdemes igazából annyi időt fordítani arra, hogy annak a minőségét valahogy megpróbáljuk ilyen mód megnézni, megfogni. Ha vannak olyan jellegű játékok, amelyek nem feltétlen dobozosak, akkor ott azon csomagoláson fel vannak tüntetve, vagy azok a jelzések megjelennek az árujelzők megjelennek a terméken, a játékon, a babákon és egyéb más játékszereken, ezeket is mind-mind érdemes megnézni, mert ezek mind a minőség garanciái. Tehát egyrészt az, hogy hol vesszük, másrészt azt, hogy mibe van csomagolva, harmadrészt pedig az a fajta korábbi tapasztalat, amelyeket most már nem csak egyedileg, hanem közösségi szinten is használva a digitális tér adta lehetőségeket érdemes figyelni. Mindkét általunk megkérdezett szakember egyetért abban, hogy figyeljük a csomagolást, a jelöléseket és akár az adott kereskedelmi egység értékeléseit is, ami ma már az online platformoknak köszönhetően bárki számára könnyen elérhető. A betiltott visszahívott termékekről pedig a hatóságok honlapján tájékozódhatunk. Egy 2,5 milliárd forintos turisztikai fejlesztés keretében új 50 szobás szálloda épült Tiszavasváriban. A városban más fejlesztések is megvalósulhatnak a közeljövőben, a tavalyi év végén megítélt kormányzati támogatásnak köszönhetően. Köszöntöm a stúdióban Szőke Zoltánt, a város polgármesterét. Jó estét kívánok! Köszöntöm a televízió nézőket is! Kezdjük talán ezzel a szálloda építési projekttel, és a 2,5 milliárd az nem pusztán egy szállodáról szól, hanem egy más létesítmény is megvalósul. Így van. Tiszavasvári 2020-as év közepén óriási lehetőséget kapott, hiszen felkerült a turisztikailag fejlesztendő térségek térképére, települések közé, és majd november hónapban jött az örömhír, ahol a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közös sajtótájékoztatón jelentettük be, hogy Tiszavasváriban egy 50 szobás szálloda épül majd meg, ami a tiszavasvári strandfürdőre látogatókat, és hát a Tiszavasvárit és környékét megtekinteni vágyókat is tudja majd fogadni. Mi az, ami vonzhatja Tiszavasváriba a turistákat?
Tiszavasváriban nagyon-nagyon sok látnivaló van, bár kevesen ismerik, és pont ez a lehetőség lesz az, ami majd jobban kinyitja a várost, és még jobban megismerteti, hiszen a történelmünk is igen gazdag, de ha most a strandfürdő fejlesztésről beszélgetünk, akkor fontos megemlíteni, hogy az egyik legjobb minőségű gyógyvízünk van Tiszavasváriban, országos hírű gyógyvíz fürdőhelyekkel vetekszik. Nagyon-nagyon sokan felfedezték már ezt, külföldiek is járnak hozzánk, Szlovákia, Románia, Ukrajna és a határ minden oldaláról. Fellendült a turizmus, az üdülő területeink fogynak, és előszeretettel jönnek hozzánk. Családbarát strandfürdő lettünk az utóbbi időben, és hát azt is meg kell említeni, hogy az új üzemeltető által, aki 2013-ban vette át a strandfürdő Kft. Üzemeltetését, nagyon-nagyon sok fejlesztés valósult meg. Ezért szeretnek hozzánk járni, jól ki lehet kapcsolódni, és egy családbarát környezetet találnak hozzánk látogatók. Milyen ütemekben fog megvalósulni ez a szálloda és a strandfürdő fejlesztés? Hol tart most a beruházás? A bejelentéskor már volt elképzelésünk, hiszen, ahogy említettem, a strandfürdő Kft. 2013-tól fejlesztésekben gondolkodott, csak az ő lehetőségei korlátozottak voltak. Majd jött az önkormányzat lehetősége, mi ezt kihasználtuk, magyar kormány felé fordultunk, és a turisztikai ügynökség által ugye megnyertük ezt a lehetőséget. 2,5 milliárd forintot természetesen a település nem kapta meg, ezt nem érkezett hozzánk elsőre, hanem most az első lépést, az első ütemet valósítjuk meg. A tervezési időszak zajlik, az elképzeléseket egyeztetjük, különböző tanulmányok készülnek, és ha minden igaz, akkor a határidő szerint június 30-ára ezek készen állnak, ezt be fogjuk nyújtani a turisztikai ügynökség felé, ha jóváhagyásra kerül, akkor onnantól kezdve indulhat majd a pályáztatás, és majd bízunk benne, hogy a kivitelezés talán a jövő év elején. Mikor vehetik majd birtokba a vendégek? A vendégek szeretnék mi hamarabb birtokba venni, de az idő, ahogy mi tervezzük, az körülbelül 2024-ben fog elérkezni. Akkorra tudunk egy biztos dátumot mondani, amikor ez a gyógyszálló, ez a lehetőség az 50 szobás szálloda rendelkezésre fog állni. Kell-e ehhez saját erő a város részéről, és ez honnan lesz? Örömteli hír, hogy ez nem igényel saját erőt. A bejelentés szerint, tudomásom szerint hazai forrásból fog megvalósulni majd ez a beruházás. Ha jól tudom, és most más téma következik, 2 milliárd forintot kapott Tiszavasvári a kormány külön forrásaiból. Mire fogják fordítani ezt a 2 milliárd forintot, mire ad lehetőséget, és mire van leginkább szükség a városban? Tiszavasvári valóban nagyon sok forrás, nagyon sok támogatást, nagyon sok lehetőséget kapott az elmúlt 3 esztendőben, és a magyar kormány is kiemelt figyelmet fordít Tiszavasvárira. 2018 és 2019 között már egy 340 millió forintnyi egyedi kormányzati támogatás érkezett hozzánk, hogy a város elinduljon a fejlődés, a felzárkózás útján. Nehéz idők állnak a város mögött, nagy szükség van a különböző forrásokra. Minden esetben pályázunk, minden lehetőséget igyekszünk megragadni, de a pályázat lehetőség is korlátozottak. Ezért országgyűlési képviselőről közösen lobbiztunk a magyar kormánynál, és egy ilyen lehetőséghez jutottunk. 2020. december 21-én jelent meg a magyar közlönyben, hogy Tiszavasvári közel 2 milliárd forintnyi fejlesztési forráshoz jut. Ebben nagyon-nagyon sok minden van, de két részre bontanám. Van egy infrastruktúrális és van egy képzési lehetőség is. Beszélnék előbb a képzésekről. Indítani szeretnénk egy biztos kezdett gyerekházat, indítani szeretnénk tanodát, indítani akarunk egy felzárkóztató programot, ami úgymond példaértékkel, példajelleggel indulhatna el a településen. Ehhez szeretnénk épületegyütteseket, ehhez szeretnénk egy sportprogramot elindítani, és egy közösségi házat is fejleszteni. Ezen túlmenően 765 millió forintnyi fejlesztési forrás áll út járdaépítésre, 200 millió forintnyi belvíz és csapadékvízelvezetésre, és ezen kívül még nagyon-nagyon sok minden más lehetőségünk lesz, és talán majd a jövőben, a későbben részletesebben is tudunk majd erről beszélni. Vannak azonban régre visszanyúló pályázatok, amiket most talán sikerül újra
frissíteni, vagy újraindítani, mondjuk így. Így van. Uh-huh. 2018-ban kezdődött az ezzel kapcsolatos munka. 2016-os pályázataink voltak várólistán, tartaléklistán, vagy különböző okok miatt elutasítva. Mi ezeket a pályázatokat elővettük, újra gondoltuk, lobbiztunk, forrásokat igyekeztünk hozzá keresni, és hát támogatókat. Ebből több minden sikerre járt. Említhetném a Minimano óvodánkat, ami teljes felújításon fog átesni. Ez is egy 2016-os topos pályázat, ez 235 millió forintot tesz ki. Ezen túlmenően indulni fog az iparterületünknek a kialakítása, ami Tiszavasváriban nem volt, és most már lehetőséget biztosít majd a befektetőnek, és ott van egy zöldváros kialakítása című projektünk, amiben a városközpont újul meg, épületeink lesznek energetikai, energiahatékonyak, és például a műfős focipályát alakítunk ki, vagy pont a strandfürdő környéken egy 86 férőhelyes parkolóhelyet is. Mennyire írta át, vagy készítette újra gondolásra, vagy gondolkodásra az önkormányzatot a járványhelyzet, a vírus? A járványhelyzet azt gondolom, hogy mindenkit egy új gondolkodásra késztetett, Tiszavasvár is így járt, hogy a 2020 márciusában egy új helyzettel szembesültünk. Igazán a megoldást kerestük. Nem a problémát és a gondokat láttuk, hanem a kihívást. Azt gondolom, hogy 2020 márciusától napjainkig Tiszavasvári jól vette ezeket az akadályokat, minden területen meg tudtunk felelni, az egészségügyben, a lakossággal együtt gondolkodva, a pandémiát mondhatom azt, hogy átvészeltük. A vírus helyzetben tehát nyitás történt, de úgy tudom, hogy Tiszavasvári egyébként is nyitásra készül. Igen, mint ahogy említettem, Tiszavasvári nehéz éveken van túl, nagyon-nagyon sok körülmény nehezítette a tiszavasváriak életét. 2018-ban történt egy váltás, 2018-ban kitűztünk egy célt, közösséget szeretnénk építeni, együtt szeretnénk gondolkodni, a várost körülvevő falakat leszerettük volna, és úgy gondolom le is bontottuk, nyitottá váltunk, várjuk a környező településekről érkezőket, és hát nem utolsó sorban a környező településekkel is felvettük újra a kapcsolatot, és együtt gondolkodva, akár a turizmusban, akár közös programokban visszük Tiszavasvári jó hírét, és várjuk a hozzánk érkezőket. Szőke Zoltán, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget. A 35 perc következő adását hétfőn láthatják, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.